Na csácsomi, csőtészta, csokolád és traktorkerék, itt van velem Bundi, akivel fogunk játszani egyet multiplayerbe Spin Tires-t. Szevasztok, üdvés pacsi mindenkinek. Csácsomi. Na, arra gondoltuk, ezt a mapot kikére Tóri ketten. Úgyhogy egyikünk segítkezik, a másik meg viszi a partvind az őrület. Melyiket választod? Mivel lesz ő? Viszed a fart, vagy izé lesz ő? Csapom szét a cross-t. Oké. Nekem mindegy. Akkor viszem a izét. Kabinvédő. Ez igazából az a baj, hogy ezzel nem nagyon tudok szerelést pontot vinni, majd akkor másra viszünk. Na, csapassuk, én követlek, jó? Mit visz ő? Hosszú... Közepesse vagy a hosszúval? A leghosszabban, nem? Azt mondják, bénák vagyunk, ha izével közepesse megyünk. Lefikáznak. Olyan régen leadszottam a lasta, hogy kell bánni. Hú, én is különben. Jaj, ez tök szarú, ezen a pályán tök szarú csatlakozik a hosszú pót, mindig bála izével, nem? A földbe. Neked nem is tudom felvenni, de miért nem tudom felvenni? Mert nem, nem, nincs egyenesen alva, tudod? Azt írja, nem elérhető. Várjál, a hosszúra nem kö... A hosszúra kell villogó. Raktál villogót? De akkor azért nem engedte rohadt meg ezt. Én is egyszer azért mondom, mi a tökövér nem rakja, azt egy szaros villogó miatt. Most mindenki látja az izédet, Steam nevedet, majd előre kagyba főbe. Spin Tires-ozni. Na, ugyan. Megvan. Menjünk itt jobbra, az jó fajta. Mint a toros vagyok. Nem, elég hangos a játék. Azt tudja. És valahogy sose sikerül belőlem. Kellett volna csinálni egy próba felvételt. Ja. Látom, megindultál mind az őrült. De úgy szoktam. Ezzel annyira nem követni. Ó, de... Jó lesz ez, majd hogyha megszorulsz. Itt törnek a gépek, figyelnem kö. Meggyüttem. Észrevettem. Ezt hova megyünk tulajdonképpen? Hát menjünk, kéne, tankoljunk meg útközben szerintem, aztán menjünk izé, rönklerakathoz. Viszont láttam az új Pindájözben már a Kirovecre van ilyen rakodó. Rakja a fát. Mondjuk azt sajnálom, hogy úgy csinálták meg, hogy az égvilágon semmit nem lehet vele szinte csinálni. Hát ez körülbelül. Bortatáson kívül. Ja. Legalább pótkocsit tudna húzni, nem aztán akkor faszál minél fát úgy. Ejjjj. Szóval elkö segítség, meglöklek. Várja, mindjárt megidélem. Picit meglököm a zorrával. Ezen a kabinvédő az javítás pontot ad? A kirovetszem, már nem emlékszek. Meg nem mondom, sűrűn nem használtam a játékba. Legközelebb majd csapatjuk más gépekkel is, meg izé fölveszi Bundi is aztán, akkor az ő nézetét meg tudjátok nézni majd a... Lehetne akár live-ba tóli egy-ketten. Ja. Csak a képer haverom még mindig nem ért ide nekem összelőni ezt a live témát. Ki az? Nem tudom, majd találkozóval szólok neki. Tudod, mit nem szeretek ebben a kirovetszben még ráadásul? Olyan gyengére van csinálva, mint a harmad, hallod? Lekotkodál dombnak fölfele, nehogy már a valóságban ilyen legyen ez a kirovetsz, te. Nem igaz a jellemző rá. Nem az, hogy izé, hogy... elrúg, hanem elkezd izéni. Elfogyni az erő. Szerintem valami izé, V12-es motor, vagy mi a túró van ebbe. Majdnem föltözcsettintett egy nagy szikla.
Na, itt vagyok, majd felállítom. Verdát. Jaj. Meg tankóta. Aha. Várjál meg, Murray, még itt te szenvedek, az a dombon nem megy fel, hallod? Nyima! Nem hiszem el... Visszavegyek, érted? Basz meg, még ezt követel, hallod? Á, te fiú. Na, megjött. Megjött a mentő. Oké, király. Kellett volna rángatnom magammal valami műhelykocsit, de csak úgy, drótkötélem. De különben meg lehetett úgy modolni valamelyik verzióba, hogy ugyanúgy tudtam vele kocsizni is, meg rönköt szállítani, meg mit tudom én, póton, meg műhelykocsit, minden. Ja. Meg hát csak úgyis... Hát szerintem ebben már így nem lenne aktuális. Meg hát úgyis lehetne ugye, hogy csak csörlőve szoktam úgy, hogy a pótot lehúzom csörlővel nyaki teljesen tökig, tudod? Aztán akkor úgy húzza, hát ahogy éppen éri. Csak mondjuk ennek pont nem középen van a vontatás pontja, hanem a két oldalt aztán. Remélem azért kösegíteni valahol a kraznak. Nem amit végig kísérlek, hallod? Hát bőven lesz neki, hogy szerintem. A izé, ahogy tudod... elnézegettem a multit. Tudod melyik az a izé? Az a nagy domba, melyiken fogja menni majd. Ott a hidon túl. Azzal lesz baj. Merre jössz? Hátrafelé? Szólja! Szerettem volna, csak nem tudom, valaki balt mögém kilovetsz, aztán sikerült. Na. De hallod, üresen elakad, akkor rakottan szerinted itt mi lesz? Hát nem erre gyűlök. Ugye izélek, fordulok egyet szerintem. Fölfektetem a tuskókra, aztán jó világ. Éj, bazd meg. Vajja, legkövagabb csörözni a tuskókról. Éj, az anyád, úristen itt. Balhat a tuskókra, kicsit magasak. Kicsit izébe vágták ruszki módszerrel ezeket a falkat. Várjál, húzzál ki! Húzzalak! Várjál, rád rakom! Elvileg el kell fogadnod. Oké. Oké. Aha. Mehetünk. Nem van visszahúzlak, hallod? Te a Máriás huncut, aki ide rakta ezeket a kurva tuskókat. Bemaradok én is, hallod. Na jó, megindultunk. Ennyit a mentőjárműről, bazd. Ezt akkor kiment kit. Várjál, lekapcsoltam, oké, mehetünk. Jó, az izé, te használtam 30 liter gázolajat ehhez a mutatványhoz. Ki kellene oda jönnünk kettővernak, aztán... utána meg kicambogni esetleg gebaszva. Igazából, ja, lehet, hogy izével kellett volna jönnöm. De várjál, itt, ja nem, itt már kell... Nem, itt... Ja nem mentünk be a városba, ha? Nem szabadítottuk fel. Egyébként hallod, itt 20 köbméter fa van el az útba. Egy kise érünk a rakatik, hallod? Megtólok mindjárt. Nem vagy vissza. Leteszem egybe, az lesz nekem a jó szerintem. Nyomatékos lesz. Rendesen föl van emelve ez a rohadt izé? Vonó rész, mert megőrülök tőletek. Meg vagy? Meg, aha. Ura hangos lett hirtelen. Itt vagy? Vagyok. Ja, oké. Lehet, hogy semmi szükség nem lesz a kiróra. Kellett volna tényleg hozni még egy izét.
Eljöttem volna az Ill-el. Ha az Ill-el kellett volna jönned, az a biztos, na, nem. Az izgalmas lett volna. Az nem mentél volna végig. Nem lennék még sehova. Körülbelül. De különben bírom azzal szállítani. Jó, szenvedős. De különben le van súlyozva a hátsó kerék, lehet azzal is. Már súlya elég jól letapad. De van a küldetésekben olyan, hogy a nagyba azt húzzad el az Ill-el. Az jó. Mit tudom én, 50 méterről, mit tudom én, 500 méter tököm emlékszik már rá, hallod, aztán meg se tudja mozdítani. Az igen. El lefelé kell húzni, basz. Domnak lefelé. Néztem olyan izét, még amikor, de ilyen hivatalos járművet, hogy azt a bat egyet, nem tudod melyik az? Az ilyen izé, ilyen műszaki jármű, ilyen tolólapos, lánctalpas, valamelyik izének az alvázára van ragva, lánctalpára, valamelyik tanknak. Hogy azt orosz. Ja, hát T-55-ös, T-55-es, 72-esek, ugyanaz az alváz, azt hiszem. Azt a izé, na azt ugye be akarták rakni, de az tök szép képek voltak, de az volt se jelent meg. Pedig az azért megint egy ütős gép lett volna. Tudod, mit sajnálok, hogy ezt a mai napig nem küszöbölték ki ebbe a játékba. Hogy? A rakodásra a állíts be normálisan. Jaj, te! A szekeret, attól, hogy én falnak megyek. Mert egy agyrém. Az az. Amikor ott bóckozva le negyed órán keresztül, aztán sehogy se jó neki. Az... Nem értem, meg miért a... nem tudja felrakni akárhogyan. Meg a garázsba a rápakoláskor állíts helyesen be, és akkor mész negyed órát körbe-körbe összevisz. Ebbe a köcsök garázsba, aztán megész fölkat csatolni valamit a gépre. Igen. Meg belerakja valamit a föld alá, aztán nézegetsz, hogy nem tudod elhúzni a izét. A pótkocsit, mert a föld alatt van a kereke. Na jó van. Megvárlak itt, addig leparkolok valami szolid helyre. Fönne döntsem be az a kilovecet, mert akkor aztán kapom a izét. Fikázást. A hülye fölönti a kilovecet. Így is úgy is kapja az ember, mindenkinek nem lehet a kedvére tenni. Úgy. Tehát... Tudod, mit szokta vele mondani? Nem akarok rondán beszélni. Inkább nem mondom. Valakinek nem tetszik. Ja. Nekem valami nem tetszik, nem nézem, érted? Azt csókolom. Végül is adni. Amúgy még mindig a sározás, meg a... Az offroad témában az még mindig ez a játék viszi a primet, pedig szerintem már mennyi idős? Már 3 éves. Ezt nem hiszem el, hallod öcsém, első nekifutás meg van pakolva. Te, lehet nem változtattak rajta, vagy mint tudom én? Nem hiszem, mert valamelyik nap nyüstöltem, szétkillottam az agyam. Öcsém húzkodtam itt tuskorra, jobbra, balra, főnek lelek. Nyilegyenesen állt be, akkor rassam már hatulját, meg ilyenekkel mondom, anyádba hova. Tudod, melyik mapot kellett volna még megpróbálni ketten? A izét, az árvizeset. Na, az megint fasza. Aha. Hallod, az poén, az múltkor első nekifutásra megcsinálta az egészet. Úgyhogy egy fuvarra készre. Aha. És szóval arról küldtem át a képet, tudod? Vagy küldtük át a szaszával a képet. Aha. Aztán úgyhogy a nagy bazza, a hosszú pót, meg utána ködve az ural, a rövidde, és úgy mentem át az egészet a folyón, és készre vittem egy kanyarra, 8 pontos. Ja, az a kettő, az megvan annyi. Azt nem tudom már, merre megyek, csak utána megyek, ezt a kész. Gyere csak, more! Mondjuk, megmondom őszintén, már single-ben nem annyira élvezem ezt a játékot, de egy multiba azért érdekesebb lesz. Én single-ben vezetem, már 300 részt fölvettem, mindenféle járművel, már egy kicsit már könnyökön jön ki. Ja, azt meg csak úgy hozzáteszem, hogy én most játszok bele életemben először multiba. Ja. Ha esetleg valakinek fikázódni támad kedve, akkor...
Azt azért, hogy vegye figyelembe, ha egy mód van rá. Azon gondolkodok, valami nagyon jó, nehéz terepen kéne felmennünk, szopatni magunkat. Nehogy már csak végig ballagunk a pályán. Van egy jó kis szűk utca. Hegyoldalban nagyon szűk, azon kéne fölkepesztetnünk. Ha már egyszer rúd, legyen kövér. Nem? Egy komolyan gondolod te, hogy a kanyomban a sziklaszírtek között ezzel a hosszú röntkocsival a szűk utcában... Ja, tudod mire gondolok? Derékszögű fordulóban az szerintem más is lesz. Az életben nem jön össze. Tudod melyikre gondolok ott a izébe? Ott abban a vékony úton? Háznál. Figyelj, a négyes szerelvénnyel, négy pontossal, közepessel, azzal meg is csináltam. Akkor megyünk ezzel most, majd izélek. De ez, hogy ez ott nem félre, az tuti. De, meg kell próbálni. Tudod, azt szokták mondani, puding próbálja az evés. Hát most figyelj, hogyha aki nézi itt a videót, ez itt lenne, tudna szólni, és azt kérdeznénk tőle, hogy megpróbáljuk azt a szopós helyet, vagy ne? Tudod, szerint... próbáljuk. Azt mondaná. Biztos, ja. Utána jó kirög. De kirúdik ez a két barom, de úgyse tudják se állni. Te ennek a kipufogójához, ennek a krasznak, meg a izének oda lehetne rakni azt a matricát. Van az a smoke and charm, vagy mi a faszom, a dízelekre szokták ragaszgatni. Van füstbő. Akkor látnád azt hallod, mikor az ember berecsent egy T55-ös vagy egy T72-es harckocsit. Ne tudd meg. Ez a V12, mikor bedurrani köcsém, azt nem látsz, más csak koromfekete füstöt okádja. Nem is tudom, mit szokták mondani, a Mazra szokták mondani, hogy abban valami harckocsi motor van. Valamelyik Mazra. Igen, harckocsi Mika motor van benne, az volt a seregben a vontatónk, a trélerünk, azzal szoktuk kivagulozni a gépeket. Melyik a nagy, vagy a kicsi? Kicsi? Ez nem ez a dupla kabinos, hanem a sima. Ja. De hallod, az is kicsi, én néztem, jó, én csak videón láttam. A T55-ös harckocsi az ám, azon volt a T55 ám a módosított, továbbfejlesztett változat. Még 45 tonna, már mennyire én tudom, abból kettőt összekötöttünk a telephelyen. Vitte, mint rongyot, mi? A betonod a nagy basztra kötöttük, aztán úgy húzott, úgy vitte a két tankot, hogy csikorgott, nyikorgott minden. Hát. Az, különben nem adja vissza ez a játék a méreteket. Néztem én csak videót be az ilyen mazokról, akkorák, hogy ezt se tudja képzelni az ember így. Hűha! Megvagy? Jaj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 
Hadragére tolnom. Nem, inkább nem bontatlak, mert csak döntelek szerintem. Rajta vagyok ahhoz, ugye. Ja, amúgy már csörbözök a fal. Ja. Innen megtámasztalak azért, az a biztos. Ez még ide volt, Nokedli. Általában ilyen hosszú pótta úgyis, hogy egyik sor keréke levegőben volt végig. És lebbült el. Na már le kell menni? Hát itt erre. Át a folyón. Én itt szoktam közlekedni. Igazából az a jó, a szépebb a játékban, hogy mindenki szerintem máshogy közlekedik. Mert igazából arra vissza, merre gondol, nem? Az benne a szépsége, hogy nincsen előre megszabva. Hát igen, össze-vissza, merre kedvet tartja, ja. Csak itt kurvára kell vigyázni, mert valahol mély, valahol nem mély. Valahol az ember így átmegy tenger alatt járóba. És az nem tudja az ember előre, hogy mik hol. Meg ezek, tudod miket utálok? Ezeket a nagy böcek köveket, te! Ne is mondd! Ezeket fölöntik a Verdát, meg rúg rajt, meg mindent csinál. Én tudod melyiket nem játszottam? A vulkánoson, ott nagyon keveset. Azt hiszem, hogy... Baj van! Aha. Megyek. Akadtam és nem találok csörlőzési pontot. Csörlőzünk, vagy megtámasztalak, vagy mi legyen? Szerintem próbáljál meghúzni. Balra. Mája, bár neked balra, vagy nekem balra? Nekem balra, hát ne visz vele, aradjuk addiba. Így előre húzlak.
Ír ki rá. Leobíz rá. Milyen bal? Rendezői bal. Oké, okay, leakasztottam. Jújj, bazd meg, megyek tengeroltjáróba, jébeg át. Hát csak a kabin látszott ki. Ez olyan, mint abban a videóban. Hogy... Az kemény az a videó. Az meg összetippul ezt a szerencsétlen gépet. Abban az a durva abban a videóban, amikor először láttam, ugye nem látja az ember, hogy az mögött még van egy ilyen nagy gyerges baszott egy szállítmány. Ja, hát az a poén az egészben, amikor előjön azt a obcsász, meg ezután még volt valami. Ja. Igen, rúg az a verde, te. Mi az? Köllök? Fönnek adtam valami nagy sziklát, de még csöndőben húzom se jön le onnan. Ja? Megrángassolok erre? Simán. Borulok, borulok! Megállt, jó van. Ja, mert csak a csörlő tartott. Ja, mindjárt adunk neki. Jaj, ne, éjszaka lesz. Azt úgy utálom te ebben a játékban. Te nyúlik a kötél. Nyúlik a drón kötél. Ja, mentél vagy 5 métert, mire valami lett. Nyúlik a verde. Jó. És akkor itt meg át kell vágnunk oda a kőhöz. Ott valami mocskos mély víz van. Ott szerintem én elmegyek egy buboréknak. Nem, nézz engem, figyeld. Ki van tapasztalva, oda nézz. Jó, micsoda? Megakadtunk. Jövök. De várj, miért akadtam meg? Hát régebben itt nem szoktam én megakadni. Ennyi, Máfe More. Nem jó helyen megyek, egy kicsit jobbra kellett volna mennem. Most mindjárt így. Van itt valami nagy cikla vagy mi a faszom? Na. Figyelsz, te is arra gyere egy kicsit, mert... Szóljál, csörlőzzek egy kicsit. Szerintem lehet, hogy el kell, el kéne. Ne aludjunk éjszaka a másik verdákba, hogy ne az legyen, hogy itt... Ne innét engedj ki, aztán utána megoldjuk. Ne itt akarj aludni, mi? Mikor a víz alatt volt a buboréknak, akkor akarsz aludni. Ajaj. Jó lesz az? Körök minden. Jó lesz az, megoldom. Fasza. Van olyan pót egyébként, nem tudom melyik modnál próbáltam, valami zilhez volt, katonai zilhez, hogy hajtott a hátsó, a izé, pót is. A fét ja, pót. De volt többen is ilyen, valamint járműre rá lehetett pakolni ezt. Az tök fasza volt. Na, onnan kikötolatgatnod egy kicsit. Jó lesz az. Ja, azt aludhatnánk szerintem, én utálok éjszaka benni, ne, ha nem gond. Vagy egyáltalán... Ja, bazd meg, azt hiszem, izében nem is lehet. Ja... Multiban nem lehet aludni. Akkor... Éjszaka izé lesz. Menet. Engem nem zavar. Itt meg olyan mély a sár ennél a hídnál, mindig így meglepődök be. Etűnök. Elég szépen fogy az üzemanyagom. Mennyi van? 167 liter. Ha, mint kibírja. Sporulós a gyere. Van a diffi nélkül, meg összkerék nélkül. Szerinted mit csinál itt a nélkül? Vigyel, bele ne pottyadj. Egyébként hol van a följárat annak a szűk utcának? Itt be kell menni hozzá, ne? Jó, inkább nem megyünk a szűk uton, nem? Vagy menjünk? Hát ezzel tudja, hogy nem férünk föl. Gondolod? Fordulóba borult, mint a szar. Nem félek. Akkor jó, akkor majd... Hát nekem mindegy, hát most jót rögünk rajt, azt tele van szarva. Vigyük le akkor inkább. Erre is különben szopás lesz, de úgy utálom az éjszakai menetette. Ez hihetetlen. Mi a lámpa? Elfelejtettem. Itt följönni se lesz. Mi csinálsz? Egy... Hova mész? Nem erre? Megyek, vagy mi? Itt kell följönni, aha. Ja, jó van. Legalábbis én erre szoktam. A következő fúvat majd mutatod te. Merre szerették. Mi van fökötóni az izét? Kirovetszet. Föl szoktam kirovetsze menni itt izének. Légvonalba. Föl kéne menni ott. Höhöj! Már meg is van a kihívás. Föl itt szembe, hallod? Nem az úton. Na, az a nem egyszerű.
itt a utánam, hallod? Na ezt megcsináljuk, akkor le a kalappa. Be tudsz itt jönni erre? Hát, próbálkozom. Igaz, azt szokták mondani, ezt a kutyák szoktak. Egyelőre még arra szólok. Mert ugye az úton olyan egyszerű lenne. Meg minek az úton közlekedni? Offroad játékban. Rád kössek, aztán húzzalak közbe? Egyelőre még jó. Jó, meredek ám, körülbelül nem tudom hány fokos az a lejtő, vagy 30 minimum. Na, fölmegyek ide, itt megpihenne, tetem. Ezt innen tudok húzni, ha úgy van. Innen-e. Elérek addig vajon? Nem érek el addig, bassza meg. Mindjárt lejjebb gurulok. Aha. Elértem épp, hogy. Úgyis nyúlik 5 métert. Ó. Oh. Miért nem engedte? Kapd el kötelet. Ó, oh, fasza. Közben főttem. Látom. Úgyis nyúlik a kötél 5 métert. De ez nagyon veszélyes itt följönni ám. Ezt szerintem... Kirovetsz alig szoktam fölmenni ízé üresbe. Csörlőzlek közbe. Szerinted ennek lesz fogadatja ennek a följövetelnek itt? Az igen? Hallod, hosszú pótta, persze. Mert az a legegyszerűbb általában följönni ilyen helyen. Elég meredek. Elég meredek, nem? Elevegőben van a krasznak az eleje. Majd előbbre kéne majd suttyannom azt még húzni. Jó, megállok. Próbálj előbbre venni, addig itt tartom. Kicsit elsüllyedt a verda. Megint följebb húzom, van egy fa. Tudsz ahhoz... Megpróbálom. Aha. Az fasza. Pazzai, nagyon meredek ez, hallod? Ezt itt keresztbe állítod, abban a pillanatban ne höbbölök számára, vigyázz. Jóó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 ó Várjál, ekkor plak inkább. Ne! Mindegy. Jaj, mure! Várjál, felállítanak. De volt egy hát ezt a technika. Kap, de felállítom. Megvajok. Várjál, mi a fasz? Hát ez kárbót ez a domb, mi? Kitaláltad nekünk a hülyeségét. Igen. Simán le lehetett volna vinni. Beborítanak téged is a gödörbe. Ó, mindjárt megindulok arra lefele, ne félj, jössz velem. Jó. Ojjaj. Szóval kész, de matek lecke. Mondtam. A föláll ez még. Így volt tervezve. Ja, bocs, nem tudtam, hogy így volt. De mi az? Bele vagyod a ékelőbe, keményen. Hát ez ide begyógyult a rekettyésbe. Figyelj, mész lefelé szerintem lassan. Megindult. Hát újat nem tudom csörbözni. Á, more! Aha! Csörlődési javaslat elfogadva. Hibád le innen, aztán vagy feláll, vagy nem. Mindjárt megindulok lefelé a lehetőség. Nem is arra mentem, erre muszáj. Valami történik. De az meg visszaborul. Hú, öcsém, ebben semmi nem maradt, hallod. 550 sérülés és fönnakadt két fenyőfán. Akkor annak lőttek. Az frankó? Az a legszarabb, amikor fenyőfán akad. Jó, hát ez... Kuka. Kuka lett a Verda. Ja. Ez akkor jó állapotban van még a krasz. Kicsit megakadt a izé. Csomagtargonca mindjárt visszavágódik. Fejbe köri a izét a krasz.
Hát, semmi probléma. Gyári. Gyári a Verda. Halljak meg, ez full gyári. Jó. De ő egyébként nem volt olyan rossz ötlet, mint amilyennek látszott. Bevittelek a hülyeségbe, jó van. Nem nehéz. Én sem a leglazább utakon szoktam közlekedni a játékban. Minél nehezebb. Ez alapozva, ezért nem tétel. Röhögve. Ja, pedig nem lett volna már messze. Itt fölmegy az ember, aztán csácsobi. Végig egyenesen. A rönklerakat. Az a baj, már kurva messze van a rönklerakat. Kilencvenhét liter benyám van. Nekem meg tudom... Ja, nem. Igen, van, 169. Takarékos, nagyon az izé... Kiló ez... 2 liter teszik 100-on. Azt kellene volna előtt 2-4-es közepes rönk, aztán 2 kocsi. Úgy is el tudjuk egymást húzkodni, vagy nem. Ja, úgyhogy izé, hogy egymásra... 2 kocsi, 2, mind a fejek 2. Ja. Jó, az jó lenne, hallod? Aztán kilincse előre minden a kereszt. Ja. Hát csak hallod, ez már okadja a lángot. Füstöl, köpköd, rüszköl. Akkor már nem igen megy az, ja. Ja, hát csak megyeget. Sima platóra gondolsz? Vagy mi? Vagy közepes? Ja nem, a közepes. Ja? Vagy szoktam úgyis úr, hogy... Kocsipót. Jó, az is jó. Irányítható, meg hogyha akadsz, akkor lefoghatod, kihúzod, aztán továbbhozod. Visszafogod. Csinálhattunk olyat, hogy mind a ketten, mondjuk... Azt a videómat láttad a YouTube-on, hallod? Fönn a csatornában a... Amcsi Verdával a Flutmapon a 12 pontos fúval egy kanyar. Ja, a Hettel? Aha. Na, azt sem, olyan, nem tudom, azt sem láttam egyébként. De azt is megpróbálhatnánk, hogy kettő, mind a ketten jövünk, kettő hosszú van, mint amivel jöttél, de két géppel egyszerre. Az elég konkrét lenne, nem? Ja, fincsi. Szoktam olyanokat csinálni, különben újabban úgy szoktam fuvarba egy kanyar két verbe. Csináljuk már meg, melyik mapon csináljuk meg? 64 liter üzemanyagom van. Na, szerintem úgyis mindegy ez már. Na jó van, búcsúzzunk szerintem. Azt megcsináljuk azt a másikat? Megpróbáljuk miattam. Oké. Na, akkor köszi srácok, hogy itt voltatok. Megnéztétek milyen ügyesen dőlt el a fa. Törtük szana szét mindent. Ja. Na, csácsumi. Na császtok, jók legyetek. Legjobbakat, pacsik.